2010 óta több mint 50 olyan programot hajtottunk végre, amit a kamara indított el, és ami mára a mindennapunk részévé vált. Ilyen például az, hogy a magánszemélyek adóbevallását már az adóhatóság készíti el, kezdte előadását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parrag László folytatva gondolatait elmondta, szintén kamarai kezdeményezés a bérfelzárkóztatási program is annak érdekében, hogy visszacsábítsák hazánkba a külföldön munkát vállaló magyarokat. Hozzátette, talán Európában ma Magyarországon a legnagyobb a stabilitás makrogazdasági értelemben. Egy biztos, hogy a fogyasztás növekedése az látványos, ami következik a béreknek az erőteljes növekedéséből, de ez még mindig nem elegendő arra, hogy megakadályozza teljes egészében a magyar munkaerő egy részének a nyugatra vándorlását. Hát én azt gondolom, hogy ezt a folyamatot folytatni kell, ezt a folyamatot, vagy ezeket az eredményeket nem a szél fújta össze, ebben a magyar vállalkozóknak és a magyar munkavállalóknak egy megfeszített munkája van, legalább egy évtizedes, nagyon nehéz munkája. Parrag László kitért arra is, hogy van egy 6 éves bérmegállapodásuk a kormánnyal, ami jövőre a minimálbért 8, a szakmunkás bérminimumot pedig 12%-kal emelni. Emellett további 2%-ponttal csökkennének a járulékterhek. Azt tudjuk, hogy a kamarának milyen fontos szerepe van. A kamarai küldött gyűlésen részt vett Dénes Sándor polgármester is, aki úgy fogalmazott, az önkormányzat és a kamara közös erőfeszítéseinek köszönhetően egyre nagyobb befektetői érdeklődés mutatkozik a város iránt. Nagyon fontos az együtt gondolkodás, nagyon fontos az együtt működés, itt mindannyiunk részéről közösen, hiszen rólunk szól Nagykanizsa városáról, Nagykanizsa gazdaságáról, és azt mindannyian tudjuk, hogy ha a gazdaság működik, jól működik, abban az esetben a város is megkapja azokat a forrásokat az iparüzési, többek között iparüzési adókból, amely a működéshez elengedhetetlen. Az eseményen díjakat és elismeréseket is átadtak. Draskovics Györgyöt például kamarai életműdíjjal jutalmazták. A további díjazottak listáját megtalálják internetes oldalunkon, a kanizsatv.hu honlapon.